Annak tűnik az a kiállítás, amelyen a Kölnben élő Tóth Endre képei és videómunkái láthatók Budapesten, mégsem minden tanulság nélkül való. Tóth Endre, egyszerűen H nélkül írva. Születési dátumát már zérói jelzik. A zérót 22 éve használja műveiben. Tóth Endre 1978 óta él Németországban. A semmi sem semmiről szól tulajdonképpen Tóth Endre egész élete, ami hozzá kapcsolódik ahhoz a kelet-európai közeghez, amelyben ő élt, és hát kezdte a pályáját. Azelőtt készítette egy pár olyan darabot, ami a hagyományos festészettel volt kapcsolatos, ugyanis az érók már túl vannak ezen. Ez a nulla felvonulás, ez a nullázott felvonulás, ez igazából egy irónia inkább csak, hogy én szerintem arra vonatkozik, hogy az emberek hiába mennek az utcára. Szóval viszik a legkülönbözőbb felirataikat, és végülis olyan, mintha nullákat vinnének. Mert nem sok minden történik e közben.